Üdvözöllek! Időnként megeshet, hogy szükségünk van egy képszerkesztőre, és éppen az adott gépen valamilyen oknál fogva nincsen semmilyen képszerkesztő. Bár Windows esetén a Paint az ugye mindig kéznél van valójában. De ha van egy böngészőnk, akkor tulajdonképpen elég jó képszerkesztőket használhatunk teljesen ingyen. Hogyha rákeresünk valamilyen keresőben arra, hogy Online Image Editor, bár valójában arra is rákereshetnénk, hogy online képszerkesztő, mert úgyis találunk képszerkesztőket, illetve legalábbis listákat ilyen online képszerkesztőkről. Na mindegy, szóval, ha erre rákeresünk, akkor hát tulajdonképpen itt ezernyi online képszerkesztőt találhatunk. Mondhatom, hogy erős túlkínálat van már ezekből. Ezek közül tulajdonképpen bármelyik megfelelhet a céljainknak, de a személyes kedvencem a Pixlr. Már csak azért is, mert ez erősen a Photoshopra hasonlít. Mint az látható, itt van ez az editor, meg az Express. Hát az editor az egy nagyobb tudású, míg az Express az egyszerűbben használható, viszont nem ad annyi lehetőséget, mint az editor. Amúgy látható is a különbség, az editor az így néz ki, tényleg mint egy Photoshop, míg az Express esetén ilyen előre elkészített dolgokat használhatunk. Nézzük meg akkor az editort. Ehhez flash szükséges, vannak flash nélküli képszerkesztők is, de akit ez nem zavar, az használja ezt. És hát látható, hogy igen, hát ez eléggé Photoshopra hasonlít. Itt a file new image-ben egy új képet tudnánk készíteni. Itt van a méret 800x600. Ezt be lehet zárni, hogyha mégsem kell. Illetve most látható, itt is felajánlotta valójában. Egy linkből is megnyithatunk egy képet, tehát hogy éppen találunk valahol az interneten egy számunkra szimpatikus képet, akkor ezt tulajdonképpen le se kell nekünk tölteni, hanem kimásoljuk a linkjét. Most látható, hogy ebből a képből van egy csomóféle méret, de mondjuk akkor a közepes, jobb egér és hivatkozás címének másolása. Ez az egyes böngészőkben eltérő címszó alatt lehet, de biztos meg fogod találni. És akkor erre kéne kattintani, ide beillesztjük a linket, oké, és akkor oké, és már is itt van nekünk ez a kép. Mi ezzel szépen dolgozhatunk. Hát most nyilván nem fog tudni kitérni itt minden eszközre, mert amint látható azért elég sokféle eszközzel rendelkezik, illetve például a Photoshopból ismert rétegek is megvannak itt, készítünk egy új réteget, akkor ez a másik réteg fölött fog elhelyezkedni. Kiválasztom a szövegeszközt, ide beírok valamit. Szerencsére rögtön látjuk is az eredményét, ezt mondjuk valami elfogadhatóbb színre átállítva így. Ezt persze lehet mozgatni, mivel új rétegen hoztuk létre. Bármint látható, magának a szövegnek egy új réteget készített, ezt nem használta fel. Na mindegy, kiválasztom a mozgató eszközt, és akkor ezt szépen át lehet helyezni, akár csak tényleg egy Photoshopban. Ráadásul még a réteg stílusok Layer Styles is megtalálható, bár nem olyan széles választékban, mint a Photoshop esetén, de például Shadow, Drop Shadow, az elérhető. Válasszuk ezt így ki, ne csak bejelöljük is, akkor a beállításai megjelennek. Distance az, hogy milyen távol legyen. Minél kisebb, annál közelebb lesz az árnyék. A Size, az pedig hát látható, hogy így a kiterjedését lehet meghatározni. Tulajdonképpen ezzel finomítani is lehet, látható. Így. Hát az átlátszóság az meg úgy gondolom, hogy eléggé egyértelmű. Hát még ilyen effekteket is lehet ezzel használni. És akkor talán az egyik leggyakoribb művelet az átméretezés, az az Image Image Size menüpontban érhető el. Beírom azt, hogy 300, automatikusan a magasság, ugye ez a szélesség, automatikusan a magasság az igazodik, bár ez ellen lehet rendelkezni, hogyha ezt itt kivesszük a bejelölést. És hát igen, itt van. Hát igen, itt a szöveg az annyira nem került átméretezésre. Szerencsére, hogyha kiválasztjuk a szövegeszközt, bele kattintunk, akkor ezt itt azért át lehet állítani kisebbre. Aztán utána ezt át is lehet mozgatni egy szimpatikus helyre. Tehát ez tulajdonképpen így működik, mint mondtam, nyilván nem fog tudni kitérni, hogy miket tud ez, de hogyha a Photoshopot ismered, akkor ez számodra mindenképpen ismerős. Ha a Photoshopot nem ismered, akkor pedig a videó tanfolyamon a grafika Photoshop kategóriában, nem csak Photoshop,
hanem például a GIMP videót is találsz, ami egy ingyenes képszerkesztő. Viszont ezek az online képszerkesztők azért úgy jó szolgálatot tudnak tenni, mert hát mondtam, itt van igazából ezerféle eltérő működéssel, de például ez is tud kivágni, átméretezni, elforgatni. Mint látható, ez is flash alapú. De van itt ezerféle még, tehát igazából tudsz válogatni ezek közül.